Aki a szülésznőgyógyász szakorvosi munkától való eltűnés alatt velem szült, mindenki tudta azt, hogy el vagyok tiltva a szülésznőgyógyász szakorvosi munkámtól és nem mástól. Nem voltam eltiltva se a pszichológusi munkától, se a házasságtól. Igaz, hogy szabályozatlan volt, de nem illegális a tevékenységem. Minden, amit ott végeztem, a pápa kompetenciába tartozott minden egyes szülésnél. Nyilatkoznak arról, hogy nem kértem, nem adtak, és mellesleg nem is fogadtam volna el pénzt. A nőknek, a szülészekre és a bábákra van szükségük ahhoz, hogy minél egészségesebbek legyenek a szülések során. És arra is szükségük van, hogy a szülészek és a bábák egymás független munkáját elismerve és tisztelve tegyenek ugyanazért, amiért erre a pályára mentek. A szülésznőgyógyászok arra vannak kiképezve, hogy amikor a szülés folyamán valami nem a saját medrében halad, akkor azt a problémát elhárítsák. A bábai tevékenység arra irányul, hogy mind az egészséges várakozás, mind az egészséges szülés, mind az egészséges gyermekvágy határai meglássa. Föltennék egy kérdést magamnak, hogy ugyan ki gondolhatja komolyan, hogy nem az anya, aki gyereket vár és szülni fog, nem ő-e az, aki a legnagyobb felelősséggel, a legnagyobb körültekintéssel a legjobbat akarja a gyerekének.